Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió nézőit, ez szokás szerint a sportrovat. Vendégeim, úgy gondolom, hogy nem igazán kell őket bemutatni az újpesti labdarúgás kedvelőinek. Weber György és elválaszthatatlan társa Szlezák Zoltán. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Azt mondtam, hogy nem kell titeket bemutatni az újpesti labdarúgás kedvelőinek. Azért ültök itt, mert néhány nappal ezelőtt valami, én úgy fogalmazok, valami csoda történt. Sok-sok év után azt lehet mondani, hogy ez az elválaszthatatlan páros, kettős visszatért az újpesti labdarúgásba. Gyuri, honnan jött ez a meglepetés? Hogy lett ez? Mert nekünk, számunkra ez meglepetés volt. Nekünk is egy kicsit. Gyorsan zajlottak az események. Velem kapcsolatban volt azért egy kicsi előzménye, tavaly decemberben egy-két beszélgetés már zajlott ez irányú tevékenységemmel kapcsolatban, de akkor még nem realizálódott. Majd most gyakorlatilag két hete talán kaptuk a telefont, hogy időpontot egyeztessünk, egy tárgyalás, és meg volt a végeredménye, úgyhogy a Újpest FC U19-es csapatának a szakmai munkájára. Jött egy telefon, egy tárgyalás, és az egy tárgyalás előtt, Zoli, beszéltetek arról, hogy vajon miért hívnak be benneteket? Vagy miért kell leülni tárgyalni a vezetőséggel? Hát, valamit az is sejtettünk, de igazából hát ott derült ki, hogy mit szeretnének igazából, hogy szeretnének visszatérnénk a klubhoz. Engem meglepetésként ért, tehát én nem számítottam egyáltalán a megkeresése, felkérése, vagy bárhogy mondjuk. Hosszú évek teltek el, amióta úgymond a labdarúgásunk abban maradt, befejeződött, nem nagyon számítottak idáig ránk. Azért volt ez meglepetés nekem, de örömmel vettem, tehát végülis azért a szívem azért az Újpestér, és hát örömmel fogadtam, hogy egyáltalán szeretnék, hogy dolgozzunk itt az utánpótlásba. És az utánpótlásba. Ugye sokat beszélgettünk már korábban is, hogy az alapok a legfontosabbak. Ez az U19-es csapat, ugye Gyuri? Ez a, azt lehet mondani, hogy nagy csapat alatt kettővel? Így van. Bár én azt mondom mindig, hogy az U19 az, aki onnan nem tud előrelépni, az nem biztos, hogy MB-s játékos lesz valaha is. Tudtad, hogy kiket kapsz? Tudtad, hogy milyen keretet kapsz? Megismerted már a játékosaidat? Nem, abszolút nem. Hát ugye ott derült ki, hogy az U19-ről van szó, ami egyébként most egy kicsit meg van variálva, ugye van a felnőtt csapat. Ez még nem az előszobája, ez még inkább a folyosó. Uh-huh. Az előszoba az MB3-ban induló tartalékcsapat, és alatta van az U19, ami nem is feltétlenül 19 évesekből, mert most az a szemlélet van, hogy egy kicsit fiatalabbak játszanak följebb, ami nem feltétlenül rossz. Tehát inkább 17 és 19 közti játékosok fogják alkotni a mi keretünket. Nem tudtuk, hogy kiket. Igazából tegnap volt az első, úgymond... ismerkedés? Az ma lesz, az első edzés, amin már részt veszünk beöltözve tevékenyen. Ez így lesz 20-áig. És akkor a július 9-i felkészülést már úgy kezdjük a játékosokkal, hogy már mindenkit ismerünk, ők is minket. Tehát egy ilyen nagyon jó, egészséges kis átmenet. Tegnapi nap folyamán megkaptuk a tábor utcai bázison, amit kell, a kulcsokat, a dolgainkat, a munkabeosztást. Tehát szépen lépésről lépésre haladunk, és ez most következik az, hogy megismerjük azokat a játékosokat, akik már rendelkezésünkre állnak, illetve próbajátékosok érkeznek, akiket már mi fogunk úgymond tesztelgetni. Ti tesztelitek majd. Már a ti javaslatotokra jönnek ezek a játékosok? Nem, ez úgy működik, van scout hálózat a klubnak, és tehát egyelőre ezek a játékosok már adva van, hogy érkeznek a mai nap folyamán, meg folyamatosan itt 20-áig. Hát itt is már verseny van utánpótlásban, tehát megy a játékosokért a harc.
Ugye, hát Újpesten különösen nehéz a helyzet, mert van egy megosztottság, tehát azért rengeteg gyerek jobbra-balra, tehát nem ugyanott szerepel. Tudod, úgy van ez, hogy az idősebbek, mondjuk a 18-19 évesek már nagyjából tudják, hogy ez az Újpest FC, ez az UTE. Mit tudom, benne egy 6-8 éves gyerek kézenfogva nagypapával lejön a bármelyik pályára, jöttem az Újpestbe focizni. Tehát ők még nem tudják. Jut eszembe. Milyen edzések lesznek? Zoli, azért kérdezem, mert én azt tudom, hogy Gyuri azt kimondja, ami a szív, a szívén ott nincs mese. Azt is hallottam, hogy te voltál mindig az a hárító, hogy jó, oké, tehát ne bántsuk ezeket a gyerekeket. Viszont hát a 17-19 éves srácokat már remélhetőleg nem kell megtanítani futballozni. De. Hát azért az edzés programunk, a minőség azért, mi azért felnőtt csapatoknál edzősködtünk. Tehát ahogy beszéltük már, itt azért közel van a felnőtt bajnokság, oda készítjük fel őket. Tehát ez a korosztály már szinte azt fogja, meg úgy fogjuk őt edzeni, hogy készen álljanak majd arra a nagy lépésre, aki el fog odáig jutni, hogy az NB1, vagy ha akinek nem sikerül NB2-es felnőtt szinten megállja a helyét. Tehát itt már mondom, de az a 18-19 éves gyerekkel már úgymond úgy kell bánni, igen, mint egy felnőttel, megfelelő azért pátyolgatás, és már még gyerek úgy mondjuk. De az a te dolgod lesz, azt gondolom. Igen, de úgy teljesen úgy vagyunk velük, hogy hát úgy készítjük őket, uh-huh, hogy felnőtt futballisták legyenek. Uh-huh. Mire számíthatnak a fiúk, srácok, tőled? Az a Weber Gyuri, György, az a mester lesz, aki azt mondja, hogy fiam, hát elestél a vonalba, mit keresel itt? Hát remélem nem lesz ilyen. Így van, tehát hogy Zoli is mondta, ez azért is állhat közel hozzánk. Új feladat. Uh-huh. Én az edzői karrierem első fél évét töltöttem 2003-ban az Újpest U17-nél. Fél évig. Tehát oda tudok csak visszakanyarodni, de hát akkor én is, mint gyerekedző, hát akkor fél éve hagytam abba a futballt, és rögtön kezdtem, de csak van fél évig voltam a 17 éve, akkori 17 éves korosztálynak. Tehát gyakorlatilag hát, ja, az edzői iskolákban is az oktatás úgy van, tehát megvannak a szakaszok, és 17 éves korra be kell fejezni a úgymond képzést, tehát a játékrendszereket tudniuk kell, a posztokat tudniuk kell, addigra ki kell alakuljon, és 17 és 19 év közt a profi futballra való felkészítés. Mm-hmm. Tehát akkor ott már lehet ott hangosabban már lehet is, keményebben is, de nyilván nem ez. Annyi plusz van, és ez szerintem még nekünk is nagyon jó tesz. A Zoli kapott egy olyan feladatot pluszban, hogy nem csak a korosztály, hanem az egész utánpótlás védőinek a egyéni képzését is fogja koordinálni, tehát ott majd egy ugrásszerű fejlődés fog a védő munkába alakulni, és tegnapi nap folyamán velem is tájékoztattak engem is, hogy mint vezetőedzőként is egyéni vagy kis csoportos képzéseket a edzéseken kívül. Be ez is öltöztök, nagy, ahogy mondtad, és végre olyan labdarúgók, bocsánat, olyan edzők lesznek a csapatnál, és mindegy, milyen csapatról beszélünk, aki meg tudja mutatni, hogy mit kíván. Hát persze, ez mindig nem, ezzel, hát te, nyilván, ha körülnézünk, azért ne. Körülnézünk a világba, vannak nyakkendős edzők. Hát az olyan mérkőzés, hát az az edzésen mindenki beöltözve van. Egyébként is még NB1-be is mutogattunk be gyakorlatokat, tehát igazából tényleg annyi változás, hogy a hétvégén nem felnőtt bajnoki, hanem utánpótlás bajnoki mérkőzésen meccselünk, de mint ahogy kezdted az egészet, itthon. És ez nagyon fontos, és számunkra most nehéz feladat ez, megvan osztva egy kicsit ugye itt a dolog, UTE, UFC, nekünk egy Újpest létezik. Nem ez, nem az. Egy, valami, amikor még újpesti dózsaként kezdtünk. Úgyhogy majd ez a helyzet, biztos vagyok benne, hogy majd realizálódik, mert személy szerint nekem nehéz, mert kaptam én ebben azért fricskákat, hogy most mi is ez, meg mi nem. De én azért mondom, hogy nekünk nem FC, meg UTE, hanem Újpest létezik. Kaptuk ezt a feladatot, élni szeretnénk vele, és tényleg nagyon-nagyon jó érzésekkel vágunk bele a munkába. Ha már UFC-ről beszélünk, és
nem akarok az első csapatról edzőváltásáról és semmi, de hát benne van a levegőben, illetve nem a levegőben, a hír megvan. Kész, pont. De azért ti, mint lila vérű sportemberek, figyelemmel kísértétek végig a labdarúgó csapatnak a veszőfutását, azt hiszem ez egy elég jó szó. Mennyire változhat most néhány fordulóval az NB1-es bajnokság befejezés előtt, hogy 7 év után Nebojsa-Nyevicset felállították a kispadról, Zoli? Annyiben biztos, hogy bárhol van edzőváltás bármilyen csapatnál, általában az első 1-2 mérkőzésen van egy ilyen plusz dolog, szokott lenni a csapaton valami, lehet, hogy... Lelki? Hát igen, nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, hogy nem. Most hogy mi történt itt 7 év alatt, ami eredmény volt, azt tudjuk, de biztos, hogy lesz valami, egy pici plusz, legalábbis bízom, ez szokott lenni. De hogy ez kitart-e, vagy ez mennyire ez elég, hogy ez nekünk bennmaradást ér-e, tehát ezt nem ismerjük az új edzőt, legalábbis én személy szerint nem ismerem, meg szerintem vagyunk egy pár enne kis országunkban. Nehéz feladatot vett most át, kevés mérkőzés is van, hogy ő mivel tud ráhatni a játékosokra, ezt nem tudom, de egy pici, mondom, plusz azért várok benne, hogy lehet, hogy több tűz lesz benne, hogy valaki, aki most kicsit mellőző volt, az most előtérbe kerül ezen a héten, tehát ilyenkor szoktak ilyen dolgok előfordulni. Bizonyítanak a játékosok, igen. Akik eddig talán nem fértek be, vagy nem lehettek a tűznél? Hát azért nem olyan bő a keretünk, meg igazából... Amit hiányoltunk, lehet, hogy most ő mennyi lesz ilyen magyar párt, egy-két magyar, aki mindig mondjuk, akik még talán minőséget képviselnének, azok pont nem játszottak mostanában. Lehet, hogy most végre lehetőséget kapnak, akkor ő megmutatják, hogy na, mindenkinek, volt edzőnek, a közegnek, hogy ők itt vagyunk, számítani lehet ránk, sőt, lejár a szezon, el akarunk igazolni. Tehát igen, értem. Sok, minden lejárhat a játékosok fejébe, érdeklődő várom. Tehát... Hogyne, de Gyuri. Edző, vezetőedző. Mit lehet ilyenkor tenni? Tehát most a személyi helyzetben te nem voltál az NB1-es csapatnál, hogy ja Istenem, most tűzoltóként valakinek le kell ülni a kispadra, ugye? De mit tud tenni egy edző ilyenkor? Mit tehet egy tréner? Nyíregyházán voltam, tehát nem beugró, októberben szerződtem Nyíregyházára. És volt egy olyan szerencsém, hogy egy meccs rögtön, tehát mentem, és másnap meccs volt. Ráadásul rangadó a Kisvárd ellen. Igen, ott olyan pluszok szóval egy-egy lett, úgyhogy esélytem. Utána volt 2 hetem egy válogatott szünet miatt. És nagyon sokat dolgoztunk abban a 2 hétben, és kikaptunk az első hazai meccsen. Nem lehet, igen. Borzasztó érdekes dolog. Itt most viszont ez más helyzet. Újpesten, tehát 7 forduló van vissza. Sajnos ki kell mondani, hogy itt most a kiesés elleni harc kezdődik. Ezzel a 7 fordulóval és új edzővel. 5 hazai meccs van. Azért az nagyon fontos tényező. És itt most, az Zoli már elmondta a szakmai, itt most csodát nem tehet az igen. Új edző. Belevetette magát a munkába, mert tegnap 2 edzést tartott, tehát elkezdték, nyilvánvaló. Valószínű, hogy ugyanez fog történni, hogy azért ott ültek a kispadon ilyen-olyan okból játékosok, akiknek helye volna a kezdőcsapatban, jó állapotban tudnak is hozzátenni. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ezt fogja meglépni, felszabadulnak azok a... Hát nyilván szárnyalni nem fog ez a csapat most a hátralévő 7 meccsen, de mondom, 5 hazai van, és itt nem csak az új edző, hanem most, hogyha itt meg lehet ragadni az alkalmat, most tényleg félre kéne tenni mindent, ki kell menni a szurkolóknak a stadionba, nagyon-nagyon jó lenne, ha kimennének, és a klubnak, a csapatnak üznék, hajtanák őket, ez fontos lenne, ne pedig az, hogy Kongó stadion, tehát most ez így hirtelen minden oda zúdul, hogy szurkolóknak meg kell békélni, új edző, a sértett játékos, vagy formán kívüli játékosnak most hirtelen jól kell teljesíteni, de hát vészhelyzet van, úgyhogy itt most mindenkinek kell mozgósítani, ha sikert akarunk. Én többször jártam, sokszor voltam kint újpesti mérkőzésen, és valahogy azt vettem észre, hogy nem igazán vannak kint fiatal játékosok, akik Újpesten rúgják a labdát. Ti kiviszitek a csapatot?
majd a meccsekre, hogyha parancsban nem lehet adni, természetesen tudom, de azért ajánljátok, hogy tessék segíteni legalább a lélegzéssel az első hát, csapatot? Most maga a kérdésben ott van a válasz, hogy nem a újpesti futball, úgy az egész magyar futball miért is tart ott, ahol. Hát ez nem is volna kérdés szerintem, hogy hát egyáltalán, az... tehát biztos nem fogom agitálni, hogy gyerekek. Hát ez olyan abszolút egyértelműnek kéne lenni, hogy aki a klubban utánpótlásban játszik, az a hétvégén megnézi a felnőtt de? Csapatot, hisz azért dolgozik az utánpótlás piramisában. Na de valahol, ugye hogy az annak idején én arra mondtam, hát hogy azt... amikor én voltam tizen, nagyon régen még az elmúlt évszázadban, tizenéves, akkor az MTK meccsre, Az nem létezett, hogy ott verekedtünk azért, hogy ki legyen a labdaszedő, meg mit tudom én, de ha nem jutottál oda, akkor felmutattad a kis igazolványodat, és mentél, és ott ültél, és szurkoltál a csapatodnak. Hát ez volna de ezt nem normális. Láttam az elmúlt években, lehet, hogy nem csak itt, ez máshol sem nagyon. Hát pedig ez volna normális, hogy elmondtad. Tehát főleg a nagyobb korosztályokat, végül is ez a céljuk. Tehát valahol elkezdenek futballozni kölyökként, és akkor gondolom, van a fejükbe egy, hogyha szeretnék labdarúgók lenni, futballisták, most Újpest bármilyen szinten, akkor megnézem azt a csapatot, megnézem, hogy minden játékos posztokon, az én saját posztomon én nézem, hogy fiatal gyerekként, most egy védő középpályás, hogy mit játszik egy NB1-es játékos, és akkor hú, nekem ebbe kell majd fejlődni, hogy ez hogy csinálja egy profi játékos. Ez egy olyan természetes dolognak kellene, hogy legyen, de bőven lehetne gyerek, mert utánpótláskor gyerekünk van azért a két részről, tehát bőven lehetne gyerek. Hát valahogy nem divat, vagy nem tudom, a gyerekeket elviszi más. Más hát mindegy. Lehet. Kint vannak, azért ezt nem tudjuk. Csak nem tudjuk, ha bár most, hát bár most ugye azért körülnézünk, azért a lelátón azért nagyjából tudjuk, hogy ki van kint. Mert hát, sajnos nincs kint 10-12 ezer ember, de azért térjünk vissza a csapatotokhoz. Bajnokság nincs. Ugye most majd augusztusban. Tehát az úgy, ahogy van, nincsen. Nyári szünet lesz, mert ugye pontosan tudjuk, hogy most minden kitolódott a járvány miatt. Minden kitolódott, hát ki tudja, hogy ki hogy tréningezett te vagy pötyögtetett egy kicsit, vagy bármi. Tehát nyári szünet, vagy keményen, és odája, és most akkor tessék beállni, és nem, akkor hát nyomjuk. Tudjuk, volt szünet nyilván. Egy ideje edzenek, heti háromszor, tehát hétfő, szerda, péntek ritmusban, a mi csapat meg az utánpótlás. Az egészen így lesz 20-áig, júni 20. Onnantól lesz szünet július 7-ig. Az egy szerdai nap. Szerda, és utána kezdődik a felkészülés. Addigra már meg lesz, valószínűleg augusztus elején kezdődik a bajnokság. Itt lett egy átszervezés a mi utánpótlásunkban, tehát most két csoportos, két 12 csapatos első osztályú utánpótlás bajnokság lesz, majd rájátszás, tehát lesz bőven mérkőzés. Tehát klasszikus felkészülés kezdődik júliusban, ahol tulajdonképpen úgy fogunk dolgozni, hogy szabad kezet kaptunk, tehát van egy tematikája azért az utánpótlásnak, hogy mi mentén kell haladni, de azon belül teljesen szabadon. Igazából a kérés az volt, hogy egy agresszív letámadáson alapul és labdabirtokláson alapuló. Tehát magyarul, ami az Újpest futball filozófiája volt, és hát ezen belül pedig az egyének fejlődése egyelőre azért az a legfontosabb. Tehát azt azért elmondták, hogyha nem dobogós véletlen ez a csapat, nincs fejvesztés, mert ez most nem erről szól. Tehát ilyen szempontból is egy kicsit most más lesz a helyzetünk, hogy nem kell hétről hétre ugye a hátunk mögé tekingetni, hogy a klub elnöke mikor jön a felmondó levéllel, mert azért az elég gyakori volt a profi futballban. Hát ez sajnos benne van a profi futballban, tehát egyik persze a másikra. Ma már a klubhűségről nem nagyon tudunk beszélni, de hála Istennek azért, ha rátok nézek, ezt el lehet mondani, hogy bárhova sodort benneteket az a bizonyos élet, a szél, azért ti mindig újpestiek maradtatok, és azért itt lehet azt mondani, hogy ez az igazi klubhűség. Hát, ez dicséret volt most? Igen, jól esik. Igazság. Igen, valamikor ide kerültünk, tehát, és azóta tehát az, hogy itt lakunk, de ezer szállal kötődünk a klubhoz, tehát, meg Újpesthez. Tehát nem a klub, de az Újpest a mindenünk, mert tényleg itt érezzük jó magunkat, itt voltunk sikeresek, tehát nekünk ez az életünk. Hát ha már az életetekről beszéltél,
ha már bedobtad azt, hogy Újpest a mindenünk, ami nagyon jó. Hát én kint voltam a piacon a múlt hét, pár nappal ezelőtt, amikor én kimehetek koromnál fogva a piacra, és azt hiszem aznap jelentették be, hogy visszatértek Újpestre. Ugyan nekem kéne kérdezni, de most én átadnám nektek a kérdezés jogát. Szerintetek mi volt az első kérdés a piacon azoktól az újpesti szurkolóktól, akik nagyon érdeklődnek a labdarúgás után, hogy mit kérdeztek, hogy mi lesz a Weber Gyurival? Megágyaztak neki? De azt hittem, hogy mennyi az eper kiló. Szóval az első, ez hittel. Igazából borzott, nyilván nem ez kell róla a múltunknak szól, igen, én azt mondom kettőnk nevében, hát az SMS-ek tömkelege, a gratulációk. Tehát azok az emberek, akik még a mi meccseinkre jártak, nem azt mondom, rajtunk nőttek föl, velünk együtt mondjuk, vagy később szurkolók voltak, tényleg nagyon nagy örömmel vették és gratuláltak. Természetesen felteszik ezeket a kérdéseket. Ez most a fejemre kopint, azért mondom, nem egyelőre aktuális. Maradjunk ennél. Így van, tehát azért, de nekem a fejemre kopintottak volna a főnökeim, hogyha ezt nem, amit ugye kimegyünk az utcán, és mondják, hogy ugye itt végre, itt vannak tehát végre. Ez nagyon-nagyon jó leső, és ez valószínű, hogy nem véletlen tettünk azért úgy, ezek szerint így annyit, van. Hogy még mindig örülnek annak, hogy visszatértünk az utánpótlásba. Te Gyuri, mi is nagyon örülünk, hidd el! Akik szeretjük a sportot, szeretjük az újpesti labdarúgást, akik valamikor letettek erre az asztalra. Nagyon örülünk, hogy visszatértetek Újpestre. Most egyelőre még az Újpest FC-hez, de mi tudjuk, hogy Újpestre. Kívánom neked, hogy baromi sokat dolgozzál. Maradj ugyanilyen kemény szókimondó, mint amilyen voltál. Te egy picit azért vigyázz a gyerekekre, mert ugye is vigyázz a gyerekekre. És ne csak a becsúszó szerelést taníts meg nekik, hanem azt, hogy hogyan kell helyezkedni, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, hogy a te irányításoddal a csatárok minél többször találjanak be az ellenfél hálójába, és ezért érdemes lenne kimenni a labdarúgó mérkőzésekre. Egyelőre az U19-esekre, azt ki tudja, azt gondolom, hogy búcsúzhatok így, hogy ki tudja, mit hoz a jövő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen mi is. Kedves nézőink, ennyi volt a ezen a héten az újpesti sport. Bízom benne, hogy sok mindent megtudtak Weber Györgyről és Szlezák Zoltánról, illetve a jövőről. Várom Önöket jövő héten is, a viszonthallásra, viszontlátásra.